gyógytudomány ismeretével nagyon sok mindent helyre fogunk tenni, és nagyon lényeges megismernünk azokat az alapokat, amelyek hát ezt a gondolkodást fenntartják, illetve ezt a logikai rendszert, mert ez fogja megértetni velünk, hogy bizonyos dolgok, amik a biológiai testünkben történnek, miért is történnek úgy, ahogy történnek. Kezdjük azzal, hogy a germán gyógytudományt dr. Rike Gerd Hammernek köszönhetjük. Ezt először új medicinának nevezte, csak hogy ezt nem lehetett levédeni, és annyi félefajta új medicina megjelent, hogy utána ő ezt germán gyógytudománynak jegyeztette be, és védte le ezt a tudományt. Tehát a GNM az germán új medicinát jelent, tehát germán gyógytudomány magyarra fordítva orvosoknak és betegeknek szól, akiknek szívük és józan eszük van. Ez a mondat Hammer doktortól származik, és nagyon, de nagyon igaza van, nem véletlenül tettem ki a weblapnak a főoldalára is, hogy emlékeztessen minket arra, hogy nem elég megértenünk azt, hogy hogyan működik a biológiai testünk, hanem ez a megértés segít minket hozzá ahhoz, hogy valódi megoldásokat eszközöljünk a továbbiakban. Hammer doktor életéről és munkásságáról külön webkonferenciát nézhet meg bárki, akit érdekel, de annyit tudnunk kell mindenképpen, hogy a tudományának a felfedezése a 19 éves fia halálához kötődik, hiszen ez a 19 éves srác, hogy így mondjam, ez akit itt a képen látunk, Dirk Hammer, az apja karjai köz halt meg, minek utána 111 napig mindent elkövetett Hammer doktor azért, hogy életben maradjon a fia, akit nem más, mint az olasz trónörökös, a savoyai herceg lőtt meg, sebesített meg halálosan 78. augusztus 18-án, majd december 7-én ez a fiatalember meghal az apja karjai között, és két hónap múlva Hammer doktornak heredaganata lesz, majd elgondolkodik ezen, miután meggyógyul, hogy valami köze kell legyen az ő heredaganatának a fia elvesztéséhez, és mikor visszakerül a munkába, és egy nőgyógyászati rákklinikán dolgozik, akkor nyilván megkérdezi, mint gyógyul daganatos beteg, hogy és az önök életében nem történt valami hirtelen, váratlan esemény, ami súlyosan megrázta önöket, és mindezt magányosan átélve benne maradtak a konfliktusban. És a válasz mind a megkérdezett 200 betegnél igen volt. Igen volt. Nos, ez a felfedezés vagy felismerés juttatta el Hammer doktort az első biológiai természettörvény felfedezéséhez, és ezek a kritériumok, amik meghatározzák egy daganatnak az elindítását, a rák vastörvénye címen került be a szakirodalomba, mármint a germán gyógytudomány szakirodalmába. A rák vastörvénye tehát magába foglalja a DHS kritériumait, ami azt jelenti, hogy Dirk-Hammer-szindróma. A fiáról nevezte el ezeket a feltételeket, feltételrendszer, Hammer doktor, hiszen az ő halála nélkül és a következményes heredaganat nélkül ezeken a dolgokon nem törte volna a fejét Hammer doktor, dolgozott volna, mint akadémikus orvos. Amúgy nem csak medicinát végzett, hanem ezzel párhuzamosan teológiát és még fizikát is hallgatott néhány szemesztert. Tehát egy nagyon tájékozott orvosról van szó, akinek találmányai biztosították, hogy már megélhetett volna a jogdíjakból, csak hogy ez a tragédia, ez minden elképzelést felülírt, és innentől kezdve hát elindul Hammer doktornak, mondjam azt, az üldöztetése
a megszégyenítése, mert olyan dologra jött rá, ami pontosan rámutat arra, hogy nem a külső tényezők fognak minket minden esetben megbetegíteni, és nem a körülmények javításával fogunk mi meggyógyulni egy daganatból, nem a kemoterápiával, nem a sugárterápiával, hanem azzal, ha ezt a lelki megrázkódtatást, ami az agy közvetítésével szervi elváltozást indít el, ezt érzelmileg helyre is tesszük. És itt van a lényeg, az első és legfontosabb dolog, hogy érzelmileg. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy nem csak gondolati szinten agyalok azon, hogy ez milyen logikus, hogy milyen egyszerű, hogy milyen nagyszerű, hanem beleteszem az érzelmet, vagyis a megértést, a megbocsátást, az elengedést, az elfogadást és a hálát, hogy csak néhány olyan dolgot soroljak fel, amelyhez érzelmi töltet kötődik. Tehát a lelki megrázkódtatás a magyar nyelvnek a sajátossága, de ezért tettem idézőjelbe és kisbetűvel itt azt, hogy lélek, mert itt nem a léleknek a megrázkódtatásáról, a nagybetűs lélek megrázkódtatásáról van szó, hanem ugyancsak az egós személyiségünknek a félelméről van szó, hiszen ha nincs egy ilyen félelem, akkor gyakorlatilag semmi különösebb nem történik. Ne feledjük, hogy a félelem az egyetlen halálos betegség. Amíg félelemben élünk, addig ne várjuk azt, hogy egészségesek és boldogok legyünk. Addig ez nem jön össze. Akárhány csodálatos megoldást kitalál az agyunk arra, hogy boldog leszek, ha, és jönnek a feltételek, ez így nem fog összejönni, de ezt a végére úgyis megértjük. A lényeges, szempont az is, hogy a konfliktus pillanatában kialakulnak ezek a bizonyos sinek. Vagyis rögzítjük azokat a körülményeket, amelyeket megéltünk a konfliktus pillanatában. Ez nagyon fontos lesz a verejtékezés megértésénél is. Tehát, hogyha nem oldottam fel érzelmileg azokat a konfliktusokat, amelyek elindítottak bennem egy túlélő programot, amit Hammer doktor értelmes biológiai különprogramot nevezett, akkor a sínek gondoskodnak arról, hogy ezt eszünkbe juttassa. Értelmes biológiai különprogramokról beszélünk, mert mindennek az értelme, mint látni fogjuk majd az ötödik természettörvénynél, a túlélés és a faj fenntartása. És egy biológiai programról van szó, a biológiai testünkben futó programról van szó, ami a valós lényünknek csupán 4%-a, csak úgy zárójelben megjegyezném, és egy külön program, ami különben nem indul el, csak ha én benne ragadok egy ilyen programba. Tehát az első és legfontosabb megoldási kulcs, kérem szépen, az lenne, hogy nem újjék el nap a mi haragunkkal. Vagyis zárjuk le békével a napjainkat megbocsátással, elengedéssel, elfogadással, sőt, hálával, mindenért. És akkor nem fogunk tudni megbetegedni, mert akármilyen konfliktus ért ma engem, de úgy fekszek le, hogy megbékélek. Akkor gyakorlatilag lezártam a programot, lehet, hogy holnap, ha bosszankodtam, lesz egy kis epegörcsöm, vagy egy kis gyomorsav túltengésem, vagy mit tudom én, vagy éppenséggel gyakrabban megyek székletet üríteni, de ez egy nap alatt el is múlik. Emiatt nem fogunk orvoshoz rohangálni. Lehet, hogy éjszaka izzadni fogok egy éjszakát. Semmi probléma. De ha nem zárom le békével a napjaimat, és újra meg újra ezen agyalok, akkor gyakorlatilag benne maradok a konfliktusban. Ez a probléma. Hogy az, ami mai nap délelőtt történt, az egyáltalán nem valóság, az már egy illúzió. Már megtörtént, már semmit nem tudok rajta változtatni, csak annyit, hogy hogyan gondolok rá. Az, hogy teszem az családon belül, a gyerekem átvert engem valamivel. Ez abban a pillanatban egy megrázó élmény, de ha túltettem magamat rajta 2 perc alatt, és ezt megtanítom, hogy hogy kell csinálni, vagy legkésőbb este lezárom békével a napjaimat, hát akkor nem fogok agyvérzést kapni, és rohanni a mentővel a kórházba. Tehát értsük meg, hogy a nagyon, de nagyon fontos lenne ezt a
ezt a régi és nem általam kitalált megoldási kulcsot alkalmazni. Na de abban is megegyezhetünk, hogy senki nem fogja tudni elmondani, hogy a másik embernek mi a baja. A tünetek alapján én tudom, hogy az a probléma, hogy egy agyvérzés mögött, hogy átvert, az az megélése, hogy átverték, vagy bolondot csináltak belőle, vagy ő csinált magából bolondot. Tehát ilyen egészen friss történetről beszélek, hogy nem most találtam ki, hanem most találkoztam vele, még a webkonferencia előtt telefonon. Ezért kéne megjegyezzük azt, hogy mindenki számára az egyetlen valóság a saját megélése. És nem az számít, hogy mi történt, hanem hogy azt én hogyan éltem meg. És ezért van az a weblapon, hogy a betegség a beteg nélkül nem gyógyítható. Tehát nem a feleség, nem a hozzátartozó és nem az orvos fogja meggyógyítani a beteget. Az orvos a tünetekkel van elfoglalva és próbálja a tüneteket eltüntetni, mert erre tanították. De mi történik valójában? A konfliktus becsapódásával, ugye ez a DHS itt van, elindul az értelmes biológiai különprogram. Ennek két fázisa van, a konfliktus aktív és a megoldást követő fázis. Az első fázis arról szól, hogy zakatol az agyam, ugye a gondolkodásom egy helyben pörög, és próbálok rá magyarázatot találni, megoldani, kibújni belőle, vagy mit tudom én, attól függ, miről van szó, ugye? És amíg zakatol az agyam, addig emelkedik a vérnyomásom, a pulzus számom, a légzés számom, hideg a kezem, hideg a lábam, nem tudok enni, nincs étvágyam, lefogyok, és nyugtalan az álmom. Hogyha aki alvászavarral küzd, az legyen szíves lezárni a konfliktusait békével. A kék szín itt azt jelzi, hogy hideg a kezem, hideg a lábam, és a szimpatikus idegrendszer túlsúlyáról van szó, ami a belső szerveink működését szabályozó, automatikusan működő idegrendszernek az egyik része, a másik része meg a paraszimpatikus idegrendszer, mert egy szabályozásban mindig kell egy ostor és kell egy gerlő, tehát kell egy ingerlő és kell egy gátló rész, és így fogom tudni beszabályozni az autót is, hogy van egy gázpedál, meg van egy fékpedál. Így van. Tehát a szimpatikus idegrendszer túlsúlya alatt az agyam és a biológiám keresi a megoldást. Keresi a megoldást. Amikor eljutottunk a megoldáshoz, konfliktus megoldása, akkor viszont helyre tesz mindent a biológiai testem, amit a konfliktus aktív fázisban a túlélés érdekében megtett. Na, ennek tünetei lesznek, mégpedig az, hogy megjelenik a gyulladás, mert a megoldás követő fázisnak három része van, az exszudatív fázis, az epileptoid krízis és a hegesedési fázis. Nos, az exszudatív fázist mindenki ismeri, mert akinek már volt gyulladása a testében, akár a fogában, akár a lábaujjában, akkor azt tudja, hogy mi az, hogy gyulladás. Hogy rubor, tumor, kálor, dolor, funkció, léza, vagyis, hogy piros, hogy duzzad, hogy fáj, hogy meleg, és hogy nem működik rendesen. Tehát ezt már a középkorban leírták, ezzel nincsen semmi gond, de miért is exszudatív? Hát mert exszudátum, vagyis folyadék gyülemlik be a szervezetünkbe, de nem csak ott, ahol éppen a gyógyulás beindul, hanem az agyirelébe, mert ne feledjük, minden lélek agyszer szinten zajlik. A becsapódás is hagyott nyomot az agyban, tetszenek látni itt ezt a körkörös gyűrűt. És a megoldás is itt hagyja a nyomát, itten például két relében is, és már a koponya CT-ről lehet tudni, hogy mi volt az illetőnek a konfliktusa, és hogy éppen milyen fázisban van a biológiai programja. Lélek, agyszerv szinten élem meg tehát a konfliktust, a konfliktus aktív fázist, és a megoldást követő fázist is. Az exszudatív fázisban tehát az első részben a folyadék, az exszudátum nem csak a sejtek közötti állományban gyülemlik össze,
hanem még az agyi relében is, és ezért lesz sötétebb az az agyi relé, mint a túloldali. Láthatjuk a jobb oldali, meg a bal oldal, és abszolút nincsen benne semmi. Vagy itt megnézhetjük a bal oldali relét, ahova a kék nyíl mutat, ugye? Itt egy sötét foltot látunk, vele szembe a túloldalon pedig minden rendben van. És ez nem egy agydaganat, ez csupán egy relének az ödémes állapota. Nos, nem tart a végsőkig ez a gyulladás, ha csak el nem akasztom a gyógyulási folyamatomat, majd ezt is megmutatom. Szóval, ha minden rendben folyik, akkor következik az epileptoid krízis, ami krízis, tehát nagyon komoly tünetek jelentkeznek adott esetben. Most nem akarok végigmenni az egész táblázaton, amit a hátamnál található. Minden programnak megvan a maga sajátos epileptoid krízise. A lényeg az, hogy ez alatt, az idő alatt kipréselődik a folyadék az agyireléből, és a szervi szinten is, tehát több vizeletet üritek, mint amennyi folyadékot megittam. És megszűnik az a fejfájás, amit az agyi relének a duzzanata okozott az exudatív fázisban. Ugyanakkor hideg lesz újra a kezem, hideg lesz a lábam. A vizeletnek az ürítése és befejezése után megint kimelegszik kezem, lábam, hegesedési fázisban vagyunk, és most már jó a hangulatom, jó az étvágyam, csak iszonyúan fáradt vagyok. És van, aki itt dobja be a törölközőt, és feladja az egészet, holott lehet, hogy csak pár nap, vagy pár hét választja el a teljes gyógyulástól. Miért? Mert kap közben egy csomó egyéb lesújtó véleményt az orvostól. Ha valakinek azt mondják, hogy rák, akkor rögtön megijed, hogy meghalok, és a tüdőben elindul a szövetszaporulat. Ez egy teljesen normális folyamat, kérem szépen, és nem átép, hanem egy újabb félelem. Ne feledjük el, hogy minden egyes félelem egy külön programot indít el. Ha 10 tünetem van, akkor az azt jelenti, hogy 10 féle félelmet, vagyis biológiai programot indítottam el. Aztán ezt a medicina csokorba köti, és elnevezi mondjuk influenzának, elnevezheti COVID-nak, elnevezheti Sjögren-szindrómának, teljesen mindegy, hogy minek nevezi a medicina, mert a medicina tünetekkel játszik, mégpedig úgy, hogy nem tudja, hogy mi a kiváltó oka a tünetnek. És ezért van náluk ismeretlen, rossz indulatú, gyógyíthatatlan betegség. Ilyen nincsen. Csak gyógyíthatatlan betegek vannak, és azok a gyógyíthatatlan betegek, akik nem hajlandók változni, változtatni, vagy egyáltalán elfogadni azt, hogy így működnek. Attól függetlenül, hogy ezt valaki elfogadja, vagy nem fogadja, az ő biológiai teste is pontosan így működik. De ne feledjük, hogy a germán gyógytudomány nem csak a fehér bőrű emberre vonatkozik, hanem minden emberre, bőrszintől függetlenül, minden állatra, sőt a növényekre és egysejtőekre is. Tehát itt egy ennyire átfogó biológiai törvényről van szó, és azt se feledjük, hogy még senki, de senki nem tudta ezt megcáfolni, hiszen a harmadik természet törvényben kiderül, hogy nagyon komoly alapokon nyugszik az egész. A harmadik természet törvényben Hammer doktor visszalapozott az embriológiába, vagyis az egyetfejlődésbe, és ez az a 9 hónap, amit eltöltünk az anyaméhen belül. Mindenki tudja, hogy egy megtermékenyített petesekből alakult ki, így van, és ez a 9 hónap, ez így valahogy levizsgázunk belőle, aztán soha többet nem foglalkozunk. El is gondolkodtam rajta, mi a fenének kell ezt ilyen részletesen megtanulni vizsgára, hiszen a receptírásnál sose fogom alkalmazni az embriológiát. Na most ez így volt, amikor első éves voltam az egyetemen. Aztán most ott tartok, hogy nem írok receptet, de mindig az embriológiában nézek vissza, hogy mi honnan ered, hogy megértsem, hogy a dolgok miért úgy történnek, ahogy történnek. Gondolkodjunk egyszerű józan paraszti észre. Ugye sejtekből van felépítve a testünk, és ezek a sejtek működnek. Ha már nem működnek, azt úgy hívják, hogy holttest. Mit tudunk tenni a túlélés, a fizikai, a biológiai testünk túlélése érdekében mit teszünk? Vagy a sejtek számát emeljük, szaporítjuk,
vagy a sejtek számát sorvasztjuk, vagy a sejtek működését módosítjuk. Nincs negyedik. És ez a biológiai és az orvosi gondolkodásnak az alapja. Nem a genetika. Nem azok a dolgok, amire a statisztika, meg állatkísérletek, meg egyebek. Ezek mind teljesen felesleges dolgok. Félrevezető dolgok. Ennyire egyszerű a gondolkodás. Sejtekből vagyunk felépítve, amelyek működnek. Tehát a túlélés érdekében vagy a számát csökkentem a sejteknek, vagy a számát növelem a sejteknek, vagy a működésébe fogok beleszólni. Kellenél egyszerű? Nagyon egyszerű. De ezt a konfliktus aktív fázisban megcsinálom. Oké. Mit fogok csinálni a megoldás követő fázisban? Hát ennek a fordítottját. Ha sejteket építettem, látjuk itten, akkor mi lesz a megoldásban? Lebontom a felesleges sejteket. Ez az agytörzs és a kisagy által irányított túlélő programokban pontosan így van, így marad, így is lesz, és nincsenek áttétek. Van az agyvelő és az agykéreg által irányított sejtszintű programokban, ott mindig először sejt számát csökkentjük, aztán a sejtek számát visszatesszük, úgyhogy az egyenlet megvan. És az agykéreg tud olyat csinálni, hogy a működést gátolja, majd a működést helyreállítja a megoldás követő fázisban. Ez egyszerűen annyira tökéletes rendszer, és annyira egyszerű, hogy ettől hihetetlen még az orvosok számára is. Pedig ők is tanultak ugye embriológiát, és tudjuk, hogy a megtermékenyített petesejt osztódással elérkezik egy olyan fázisba, hogy szetercsíra állapot, majd mielőtt beágyazódik az anya még nyálkahártyájába, három csíralemezzé alakul, és itt látjuk a három csíralemezt, kívül piros színnel a külső csíralemez, belül sárga színnel a belső csíralemez, vagy endoderma, és nyilván középen narancssárga színnel a középső csíralemez, vagy mezoderma. Nagyon bonyolult, ugye? Azt is láthatjuk, hogy a különböző színű, hát Hammer doktor által piros, narancs és sárga színekkel jelzett csíralemezek sejtjeiből csak bizonyos szervek fognak kialakulni. A külső csíralemezből fog kialakulni a külső bőrünk, ezért erre utal itt ez a piros baba, hogy a külső bőröm ebből a külső csíralemezből alakul. A külső csíralemezből nem fog soha csont kialakulni, mert a csontok a középső csíralemezből alakulnak ki. Itt látjuk a csontvázat ábrázolva. A belső csíralemezből, kérem szépen, abból kialakul a szájnyilástól egészen a végbélnyilásig terjedő, hát hosszú cső és a járulékos mirigyek, májlép, stb. És ennyi. Ezek a sejtek egy életen át azt a működést csinálják, amire kialakultak, az az idegrendszeri központ irányítja, ahova ők tartoznak, és nincs, kérem szépen, mászkálás. Itt hierarchia van, nem demokrácia. Tehát van egy rend, és ennek nagyon örülhetünk, hogy az áttéteknek a meséje az csupán egy orvosi hipotézis, vagyis egy feltételezés, mert ha már van neki egy rákja, akkor miért ne legyen még egy? Hát ha ráijesztek, amint említettem, akkor halálfélelme lesz, és a tüdőben ott lesz az úgynevezett áttét, ami mondtam, már egy másik programnak a szervi megnyilvánulása. Ha önleértékelést élek meg, akkor az ötödik lumbális csigolyát elkezdem sorvasztani, de erre is azt fogják mondani, hogy rák, pedig ott sejthiány van. Érthető? Tehát teljesen minden biológiai tudást és logikát mellőz az, ha valaki áttétekről beszél, és akkor nagyon finoman fogalmaztam. A negyedik természettörvénynél Hammer doktor a magatartástudományt is tanulmányozta, meg az embriológiát a harmadiknál, és végül is rádöbben arra,
hogy minden, de minden bennünk élő, kórokozónak kinevezett mikroorganizmus, az nem az ellenségünk, hanem a barátunk. A gombák, a gombabaktériumok, a baktériumok és a vírusok, ezek segítenek nekünk a megoldást követő fázisban, itt fognak segíteni, helyreállítani a rendet. Mert ha felszaporítottam a sejteket a konfliktus aktív fázisba, mi fogja lebontani? Mi segít lebontani a felesleges sejteket? Az erdőben is a kidőlt fákat a gombák bontják le. A bennünk élő gombák ilyenkor nyilván felszaporodnak, és segítenek lebontani a felesleges sejteket. A gomba baktériumok átmenetet képeznek a gombák és a baktériumok között, amúgy ezek a TBC baktériumok, ezek is ugyanezt a dolgot csinálják a kisagy által vezérelt programoknál, segítenek lebontani a felesleges sejteket. Az agyvelő által irányított programoknál, ahol először sejtszintű sorvadás van, majd visszaépítés a megoldásban, ott a baktériumok segítenek visszaépíteni. Ezért jelenik meg a genzacskó a foggyökören, kérem szépen, mert mi azt előtte lesorvasztottuk. A fogágyat lesorvasztottuk egy visszafogott dű miatt, és amikor megoldottuk ezt az egészet, az elsorvadt sejtek helyére, az új sejteknek a visszaépítésében segítenek a bacik. És nem ők okozzák a foggyulladást. Hát amúgy, hogy a fenébe tudna oda kívülről behatolni egy kórokozó? Mert vannak ám külső kórokozók, van olyan is, amit az ember állított elő, de az egy másik történet. A vírusok ugyanabban segítenek, visszaépíteni segítenek a lebontott sejteket, és nem a humán papilloma vírus okozza a méhnyakrákot, ő ott van, jelen van akkor, amikor megkezdődik a megoldás és a visszaépítés, és a féltékenységet kellene csak feleslegessé tenni az életünkbe, a birtoklást, hogy még szélesebbre tárjam a gondolkodást, és akkor onnantól kezdve nem lenne mondjuk méhnyakrák a hölgyek életében. De ugyanígy a bosszankodásról kellene leszokni, és magától, nem tőlem, magától meggyógyulna a hepatitis C okozta időt, hepatitis. Na kérem szépen. Hát akkor mit kezdene a gyógyszeripar, ha mi magunktól csak úgy, sac per kb. Meg tudnánk gyógyulni? Hát ugye ebből nem lenne haszna neki, tehát neki az a lényeg, hogy föntartsa bennünk azt a hibás tudást, hogy a biológiánk rosszul van összerakva, de majd jön a gyógyszeripar és meggyógyítja. Hát aki ebben hisz, az járjon orvosi rendelőbe, szedje a pirulákat, a bogyókat, a kapszulákat, rá fog jönni, hogy egyre többet szed, és egyre rosszabbul érzi magát, de hát mindenki a saját tapasztalata alapján fog egyszer eljutni oda, hogy elkezdjen logikusan gondolni. Na de ha minden ilyen gyönyörűen alakul, akkor miért is leszünk krónikus betegek? Megmutatom. Azért, mert meg se oldottam a konfliktust, függő konfliktus aktivitás, mert még mindig nem bocsátottam meg, még mindig gyűlölködök, még mindig haragszok, sőt, elátkoztam a másikra, ez már nagyon súlyos dolog, és még mindig benne vagyok abban az érzelmi állapotban, ami elindította úgymond az egész programot. Nincs lezárva, tetszenek látni? Nincs lezárva. Nyilván, hogy ez folyamatos sejtszintű sorvadáshoz fog vezetni, vagy sejtszintű építéshez, vagy működés változáshoz. Mondjuk, ha valaki folyamatosan leírja magát a bányász béka feneke alá, de nagyon súlyosan megélt önleértékelésről van szó, akkor ne csodálkozzon, ha oszteoporózisa, vagyis csontritkulása lesz. Akár hány éves, 20 évesen is lehet csontritkulást csinálni, sőt, el lehet jutni az üvegcsontbetegséghez. Szóval, hogy megértsük ezeket a dolgokat, nem autoimmun és nem genetikai, nem öröklünk, kérem szépen, csak szakácskönyvet és szegénységet. Bruce Lipton, a Princetoni Egyetem sejtbiológus professzora kijelenti, hogy a betegségeknek maximum 1%-ára lehet mondani, hogy az genetikai.
De mindenre rá fogjuk most már, hogy genetikai, hogy a beteg fogadja el azt a kezelést, amit a szent protokoll előír neki, és onnantól megint csak jót keres a gyógyszeripar. A genetikai állományunk is folyamatosan átíródik, mert a sejtek alkalmazkodnak. Ha ez nem történne meg, már kipusztult volna az élet a Földön. Függőgyógyulás. Mi az, hogy függőgyógyulás? Hát itt van az ábra, nagyon egyszerű, valamilyen úton, módon megoldódott a konfliktusom, mondjuk megváltoztak az életkörülményeim, de nem érzelmileg zártam le az egészet, tehát ha gyakran maradok sinen, és ezek a kis pöttyök itten, ezek a rövid kék szakaszok azt jelentik, hogy megszakad a gyógyulás folyamata újra-újra, mint amikor elakad a lemezjátszón a tű, és ugyanazt az egy kört futja le újra, meg újra, meg újra. És akkor csodálkozunk, hogy van krónikus fájdalom, szűnni nem akaró fájdalom, és szenvedek már hónapok, évek óta, és nem akar elmúlni ez a fájdalom, pedig már mindent beszedtem, már jártam természetgyógyásznál, sőt, jósasszonynál is, és még mindig fáj. Nem kellene más tenni, csak érzelmileg lezárni ezt a bizonyos konfliktust, tudatosítani, hogy ez a fájdalom miért áll fenn, és onnantól befejezhetnénk a programot. És ugye jön a szórakoztató program, ez a policiklikus lefolyás. Ez azt jelenti, hogy amint látjuk, eljutottam a program végére. Oké, itt a vége, de nem fuss el véle, mert nem érzelmileg zártam le, tehát újra elindítom. Itt ritkábban jönnek a sinek. Mondjuk csak ősszel és tavasszal lesz valakinek valamilyen programja. Vagy csak a parlagfűre allergiás. Vagy csak a, nem tudom én, melyik sajtféleségre, mert a szervezetem olyan finoman kielemzi a dolgokat, hogy lehet, hogy csak egyfajta sajtra lesz nekem emésztési panaszom, a többit nyugodtan megehetem. Miért? Mert amikor azt az egyfajta sajtot ettem, akkor éppenséggel ezzel együtt még volt nekem arra is időm, hogy bosszankodjak. Ahelyett, hogy örültem volna, hogy micsoda finom sajtot majszolok, nem, én még bosszankodok, mert közben nézem a tévét, nézem a híradót, és felbosszantanak, már megint hazudnak, már megint hazudnak. Tehát ezt megmondták már régen, hogy hazudtunk reggel, hazudtunk délben, hazudtunk este. Minek kell televíziót nézni? Nem értem. Én nekem már 29 éve nincs tévém, és nem is lesz. De hát aki ezzel akarja magát szórakoztatni, hát tegye. Nem probléma, csak éppenséggel nem kéne komolyan venni mindezt, amit mondom. Tehát megértettük? A krónikus betegségekért mi magunk vagyunk a felelősek, de ha megértettük, hogy a tünetek alapján mi fut, mit kell lezárni, és azt lezárom végre érzelmileg, akkor a dolog meg van oldva. Nos, akkor az ötödik természet törvény, mint mondtam, ez az, ami felteszi a koronát Hammer doktor munkásságára, és ez a legegyszerűbb, és legérthetőbb, és legkézenfekvőbb törvény mindenkinek, aki hajlandó kinézni az ablakon, és beletekinteni a természetbe. Mit fogunk felfedezni? Minden, ami él, az élni akar. Vagyis minden élőlény minden nap, minden pillanatban a túléléséért, és a faj fenntartásáért küzd. Egyetértünk? Mert ha igen, akkor talán nem kell hozzá se állatkísérlet, se statisztika. Ennyire egyszerű, kérem, a történet. Vagyis az, amit mi betegségnek nevezünk, az a teljes értelmes biológiai különprogramnak egy része. És elneveztük betegségnek a gyógyulást, és kezeljük, hogy meg ne gyógyuljon. Hát körülbelül itt tartunk ma, és akkor nem csodálkozunk azon, hogy semmiképp nem akarta a németországi egyetem elismerni Hammer doktornak a munkásságát, pedig beadta, majd a megfelelő előadásból a részleteket megtudjuk. A bíróság ítéletet hozott, hogy már pedig az egyetem meg kell vizsgálja Hammer doktornak a téziseit, és lezárni végre ezt az ügyet, hogy kinek van igaza. De az egyetem kijelentette, hát ő nem óhajt ezzel a dologgal foglalkozni. Hát nem nagyszerű.
Valakit elítélnek börtönbe, és megmondja, hát kedves bírónő, nincs kedvem nekem börtönbe menni, inkább hazamegyek. Hát ez az igazságszolgáltatás. Vagy beszélhetünk igazságszolgáltatásról? Vagy beszélhetünk élelmiszeriparról? Élelmiszer gyártanak? Vagy a gyerekeket gondolkodni tanítják? Vagy az egészségügy az egészséget szolgálja, vagy a betegségipar. Tessenek elgondolkodni, milyen világban élünk, és hogy ezután érdemes-e televíziót vásárolni, vagy csak törölgetni róla a port. Szóval Hammer doktor téziseit azért 98-ban elismerték, mégpedig a Pozsony melletti Nagyszombati Egyetemen, Trnava a mai neve, és itt az egyetem dékánja, stb. Tehát tudós emberek írták alá ezt az igazolást, amiben elismerik, hogy minden, amit Hammer doktor állít, az igaz. Egyetemi szinten elismerték. De a Tübingeni Egyetem Németországban ezt az eljárást hivatalosan még nem folytatta le, de hogy nem néztek ők utána. Mikor rájöttek, hogy ez megcáfolhatatlan igazság, akkor az egyszerű volt azt mondani, hogy mi ezzel nem foglalkozunk. Na most, ha 98-ban elismerték, és hogyha ez szerint tanították volna az orvosokat, akkor ma hol tartanánk? Hát nem lehetett volna meghűíteni az embereket úgy 2 évvel ezelőtt, mint ahogy megtették. Mert mit tettek? Csak halálfélelmet gerjesztettek. Ez volt, kérem, az egész a világra szóló pandémia, a halálfélelem pandémiájáról volt szó, semmi másról. Nagyobb félelem, mint az influenza, és ezért súlyosabb tüneteket adtak az emberek rája, mintha az influenza lett volna, mert már az influenza az 1 hét alatt kezelve, vagy 7 nap alatt kezeleten úgyis meggyógyul, senki nem vette komolyan már az erre létrehozott oltást. Na de most a halálfélelem van, és akkor bizonyítottuk, hogy igen, ilyen sokan meghaltak, és nyomatták a megrázó képeket, többnyire hamisított dolgokat, de mindegy. Én erről beszéltem 54 napon keresztül, amikor folyt ez a Maradjatok Otthon program, én akkor úgy gondoltam, hogy azzal segítek legtöbbet, ha arról beszélek, hogy próbáljuk meg félelem nélkül előre nézni. Nos, a tudományos táblázat, amit a hátam mögön itt is látható, logikai rendszerben foglalja össze Hammer doktornak a gondolkodását. És az a lényeg, hogy a gondolkodását sajátítsuk el, a részletek megtalálhatók akár a Hammer doktor könyvében, akár az én könyvemben útmutató az egészséghez. Ebben a könyvben benne van a táblázat teljes anyaga, plusz olyan kiegészítések a krónikus betegségekről, amelyek a táblázaton nem szerepelnek. Mert amikor a táblázatot írt a Hammer doktor, akkor még a más studenten még hent nem fedezte fel, hogy az ő általa alkotott archaikus varázsdallamnak milyen hatásai vannak. És akkor derültek ki, ebből a könyvből derülnek ki a krónikus betegségeknek a lefolyásai, a tudományos táblázatban erről nincs szó, hogy függő konfliktus aktivitás, függő gyógyulás, policiklikus lefolyásot, erről nincs szó. De ebben a könyvben már én beletettem, úgyhogy Suzanne minden egyben megvan. Szóval az agytörzs által irányított programokat úgy hívjuk, hogy falatkonfliktusok. Miért falatkonfliktusok? Azért, mert amit meg kell kapnom a túlélés érdekében, az a biológia számára falat. Meg kell kapjam. De bármit, amire úgy reagálok, hogy ezt meg akarom kapni, lehet az egy gombóc fagyi is, arra elindítom a tápcsatornában a megfelelő helyen, a megfelelő sejtek szaporítását. Mert itt mindig sejt plusz van a konfliktus aktív fázisban, és sejt mínusz a megoldásban. Tehát itt vagyunk ebben a részben a táblázatban, sejt plusz és sejt mínusz. A legsúlyosabb program, felhívom a figyelmet,
A magány az egzisztenciális konfliktus. Na és kérem, nem erről szólt a Maradjatok Otthon program? Nem arról szólt, hogy elveszítjük a munkahelyünket? Ja Istenem, mi lesz velük? És erre a vesegyűjtő csatorna sejtjei felszaporodnak, a vizetben tartjuk, és ott, ahol folyik egy biológiai program, oda beraktározza a szervezetünk a vizet, és akkor vagy a hasunk lesz teli vízzel, vagy a mellhártya lesz teli vízzel, vagy a szívburok lesz teli vízzel, vagy az ízületeim dagadnak meg háromszor akkorákra, stb. Ennek a megértése fontosabb, mint a szívizom infarktusnak a megértése. Bármilyen programhoz hozzácsapódik, az egzisztenciális konfliktus, a létkonfliktus, vagyis a létezés feltételeinek hiányából adódó félelem, az elszigetelődés, a magány, a társas magány, kérem, vagy a kórház konfliktus, behoztak ide engem meghalni, na kérem, onnantól kezdve vége a történetnek, az illető vese elégtelenségbe fog frekvenciát váltani. Bocsánat, csak frekvenciát váltunk, sajnos meg kell vigasztaljak mindenkit, hogy nem ússza meg, nem tud meghalni, csak frekvenciát vált, kilép ebből a biológiai testből, aztán visszajöhet folytatni a történetet, ha nem fejezte be, ha nem értette meg, hogy mi a fenét keres ezen a bolygón. De menjünk tovább a táblázaton. A narancssárga oszlop felső részében a kisagy által vezérelt programokat fogjuk találni, ide a vélt vagy valós támadás, bemocskoltság vagy elcsúfítottság, gondozási konfliktus vagy túlzásba vitt aggódás tartozik. A konfliktus hatására itt is először sejtet építek, majd a megoldásban lebontom a felesleges sejteket. Mik fognak segíteni? Hát a TBC baktériumok természetesen. Ki más? Hát ő segít lebontani a felesleges sejteket. Most az agyvelő által vezérelt programok a narancssárga oszlopnak a második részében találhatók, csak hogy itt először mindig sejtet sorvasztok, aztán utána sejtet építek vissza, mert a konfliktus, minden olyan konfliktus, ami önleértékelésről szól, azaz agyvelőbe csapódik be, vagyis ide ebbe a narancssárga részbe az agykéreg alá. Mert abban a részben szintén vannak idegi központok. Nos, ha megjegyezzük ezt az egyenletet, hogy önleértékelés, egyenlő önpusztítás, akkor talán el kéne gondolkodnunk azon, hogy milyen megfontolás alapján feltételezem én magamról azt, hogy én nem vagyok olyan tökéletes, mint a másik, vagy én alábbvaló vagyok, mint a másik, mert nem vagyunk tisztában az értékeinkkel. Lehet, hogy a másik embernek, mit tudom, magasabb végzettsége van. Lehet akárhány diplomája valakinek, ha a gyerekkorában két birtokzónás konfliktust megélt, onnantól az érzelmi intelligenciája megreked azon a szinten. És úgy viselkedik, mint egy gyerek, és közben egy nagy tudós emberről beszélünk. Tehát az értéket nem az adja, hogy hány diplomát szedünk össze, vagy mekkora a vagyonunk, hanem az, hogy milyen emberek vagyunk. Jó lenne rendbe raknunk az önpusztító folyamatainkat, jó lenne a tükörben nézve kibékülni önmagunkkal, és akkor ezt az egész narancssárga oszlopot itt kihúzhatnánk az életünkből, nem lenne csont, ízület, izom, program, viszér, ütőér probléma, kötőszövet és zsírszövet probléma. Mert ezekre a szövetekre hat az önleértékelés. Az agykéreg, kérem szépen, vezeti, az agykéregbe csapódnak a birtokzónás, a birtokzónán kívüli és elválasztási konfliktusok sejtszinten. Ezek a programok a táblázatban itt felül találhatók, alatta pedig találjuk meg azokat a programokat, amelyek a működés változásról szólnak.
Tehát blokkolom a működést a konfliktus aktív fázisba, és cukorbeteg leszek, megoldom a konfliktust, és meggyógyultam a cukorbetegségből. Az elválasztási konfliktusnak két vége van, mint a botnak, ugye? Vagy nagyon szeretném, vagy nagyon nem szeretném, hogy valaki közel kerüljön hozzám. És van, aki egész életét így éli le, és aztán csodálkozik, hogy egyre inkább csökken a memóriája, míg el nem jut az Alzheimer-korig. Jó lenne az elválasztási konfliktust megoldani, mert senkitől nem tudunk elszakadni egy holografikus információs rendszerben. Kérem, ez kvantumfizika és nem newtoni fizika. Ez nem ezotéria, amiről beszélek. Ez nagyon komoly tudomány. Ebben a rendszerben mindenki mindenkivel mindig kapcsolatban van, és hatunk egymásra. Akkor a továbbiakban nézzük meg azt, hogy mi is az a hőegyensúly, mert ez egy alapvető feladat a szervezetünkben, a hőegyensúlyt megtartani. Mert ugye a melegvérű állatok plusz ember azért melegvérű, mert az a testhőmérséklet, amit állandóan fönt kell tartani, szükséges ahhoz, hogy az anyagcsere folyamatok benne végbe tudjanak menni. Tehát, ha hideg van, hőt kell termelni. Ha túl meleg van, akkor hűteni kell a szervezetet, mert nem extrém hőmérsékletek között mennek végbe ezek a folyamatok, hanem nagyon szűk határon. Tehát a testhőmérsékletnek az állandóságának a fenntartása, ez itten a tét. És akkor megértjük, már ha még emlékezünk fizikából, hogy a víznek a párolgása hőt von el. Hogy mennyit meg, hogy ez már csak számszerű adat, az a lényeg, hogy ha a víz, tehát a verejték a felszínre kerül, a verejték mirigyekből, és ott elpárolog, akkor lehűti a szervezetünket. Ugye tudjuk jól, hogy a lázas embereket régen priznitzel hűtötték, vagyis a kifacsart vizes ruhát tették rája, és onnantól kezdve a hőmérséklete gyönyörűen csökkent. Mindenféle vegyi beavatkozás nélkül, mint lázcsillapítást, mint hőmérséklet csökkentést, mindenkinek tudom ajánlani, kifacsarjuk, persze nem jéghideg, hanem minimum 20-22 fokos vízről beszélünk, mély levegő, körbeöleljük a beteget azzal a vászon törölközővel, ha lehetséges, és utána felülről még ráteszünk egy száraz frottír törölközőt, a fejére egy vizes zsebkendőt, hogy ne kapjon nagy ödémát, és 10 perc múlva az illetőnek már nincsen 39 fokos láza. Már jól érzi magát a bőrében. Nem megyek ki arra, hogy a priznisznek milyen fantasztikus hatása van, milyen részletekben hogyan hat. Akit érdekel, megkeresi, elolvassa, meggyőződhet róla. Itt most csak arról beszéltem, hogy a párolgás hőt von el. Na most ugyanúgy nyilvánvaló valami hideg hűvösnek a rárakása a testemre, az is hőt fog elvonni. Abban az esetben, hogyha a környezeti tényező, tehát magas a hőmérséklet kint, az is számít, hogy mekkora a páratartalom. Mert ha alacsony a páratartalom, akkor egész jól viselem a magas hőmérsékletet, nyilván izzadni fogok. Ha viszont magas a páratartalom és meleg van, akkor nagyon nehezen fogjuk elviselni a meleget, és ebben az esetben miért? Mert még nem tudok, izzadni se tudok, mert már mindenem hótvizes. Hát akinek volt alkalma a monszumot megtapasztalni, az tudja, milyen az, hogy kint van, és hótvíz minden. Még mindig a hőegyensúlynál vagyunk, és lássuk, hogy mennyire, de mennyire intelligensek voltak az őseink, mert itt látjuk a légejt. A magyar néprajzi lexikonból vettem ki ezt a képet, mert én az első légejt a Székely Nemzeti Múzeumban láttam Sepsiszentgyörgyön. Pontosan úgy nézett ki, mint ez, és azóta már szereztem egy ilyet. Mi a légejnek a lényege? Fából készült, mint a hordó. És a borászok tudják, hogy a hordó megissza a bort. Mit csinál?
párologtatja a fán keresztül a bort, és ebben a gőzben fognak a nemes peniszek megjelenni a pincében. Ott, ahol klóracil a tartályban tartják a borokat, ott nem lesz nemes penész a pincében, csak a fahordó sérülésnél. De ezt mindig utána kell önteni. Na most a légeinél ugyanez a helyzet, beleteszik a hideg vizet a kútból, kiviszik az aratók, és a melegben mi történik? Párolog a hordón, a fán keresztül a víz. És ez fogja hűvösen tartani a vizet. Most akkor megértettük, hogy a szervezetünkben, ha emelkedik a hőmérséklet, akkor párolgással fogja a szervezetünk visszaállítani a megfelelő hőegyensúlyt, mert még mindig erről van szó, hogy hőegyensúly. Vegyük akkor a biológiai programokat. Konfliktus aktív fázisban mit élünk meg? Az nem egy nyugalmi állapot, az egy stressz állapot, mert a biológiai feladat, hogy üss vagy fuss, vagy tedd magad halottnak. Ez a harcolj vagy menekülj, ez energiával jár? Hát persze. Hát gondoljunk már bele, ha futnom kell, az ahhoz plusz energia kell, amúgy meg az izommunka amúgy is emeli a hőmérsékletet, és beindítja a hűtést is. A megoldást követő fázisban, amikor le kell bontani a felesleges sejteket, vagy vissza kell építeni a hiányzó sejteket, az vajon energiamentesen fog történni? Nem. Ehhez is plusz energia kell, és ne felejtjük el, hogy a megoldást követő fázisban amúgy ott a gyulladás. És ha emelkedik a hőmérséklet, akkor hűteni kell a szervezetet. Tehát érthető, hogy izzadni fogunk. Nos, akkor nézzük meg a továbbiakban, hogy Hammer doktor a fejével gondolkodva, hogy néz ki ez az egész. Itt látjuk a bőrnek a keresztmetszeti képét, itt van dr. Gerd Hammer képét mutatom most. A piros színnel nyilván a felhámot látjuk, aminek van egy külső meg egy belső fele. A felhámhoz tartozik a haj vagy a szőrszál is, és a felhám alatt pedig ott az írha. Az írha az a támadás és bemocskoltság konfliktusoknak a szervi válaszát adja, azzal, hogy sejtet szaporítok, felszaporítom az írha kötőszöveti, illetve hát az írhának a sejtjeit, mert azok nagyon, de nagyon összetapadt és speciális sejtek, tessenek megnézni egy nadrágszíjat, vagy egy szíj áttételt, hogy mit bír ki az a szíj. Az a szíj, az az írhának a sejtjeinek a maradványa. Tehát abban az írharétekben benne találjuk a fagyumirigyet, ami zsírossá teszi a bőrt, illetve a bemocskoltsági konfliktusban mondjuk fagyumirigy gyulladást, pattanást tud létrehozni, a megoldásban ugye jön a pattanás, begennyesedik, kinyomjuk és lő egy nagyot. Na és itt van a, kérem szépen, a verejtékmirigy, tessék nézni, és a verejtékmirigynek nyilván az a feladata, hogy a felszínre juttatott folyadékkal hűteni tudja ezt az egész bőrfelszínt. Hatalmas érzékszerv a bőr, 70 kilós embernek 1,7 négyzetméternyi felülete van. Tehát van mit hűteni. A eredete, tehát az embrionális eredet, ugye az régi mezoderma, és ősagyi működés, vagyis konfliktus aktív fázisban építünk, megoldásban lebontjuk a feleslegeseket. Mi a konfliktus? Az, hogy bőrünket túl száraznak érezzük, vagy a környezeti hőmérséklet túlzottan magas, vagy attól félek, és itt jön be a félelem, mert ilyen levelet is kaptam, az a félelem, hogy mi lesz velem a melegben. Már elindítja a verejtékezést, a fokozott verejtékezést. Konfliktus aktív fázisban tehát verejtékmirigyek sejtjeinek a felszaporítása történik, ami egy adenokarcinóma,
ha szövettanilag megnézzük, és a működése fokozott lesz, és ezt fogják úgy hívni, hogy hiperhidrózis. A felesleges sejteknek a lebontása történik a megoldásba, ez már hidradenitis, ugye tudjuk, hogy itis az gyulladást jelent, azért gyulladás, mert már lebontásban van, és begyullad a verejtékmirigyünk. Nyilvánvaló, hogy ebben az esetben bűzös lesz a verejték, mert van benne egy kis TBC-paci, és ez már bromhidrózisnak nevezi a medicina. Mondom, elnevezésben nincs hiány, ilyen vastagabb rendszámféle orvosi szótár lehet tanulmányozni. Függő gyógyulásban mi történik? Egyszer építettem, és utána bontok, tehát elfogy a verejték mirigy állományom, és kialakul az anhidrózis, vagyis nem vagyok képes verejtékezni. Ezért kellett elmondanom a bevezetőbe ismét, hogy hogyan működünk, hogy aki először van itt és hallja, mert ugye csak ez érdekelte, hogy mitől izzad a tenyere, nos, akkor meg kell adni a megfelelő alapokat, a megértést. Ha van megértés, akkor már van megoldás is. A verejtékmirigyekről nem árt tudni, hogy kétféle van belőlük. Vannak az ekrin és az apokrin mirigyek. Az ekrin mirigyek egyszerűen csak azzal foglalkoznak, hogy egy szagtalan híg sós vízzel elöntsék a bőrfelszínt, és ezáltal biztosítsák annak a hűtését. A legsűrűbben a tenyerünkön, a talpunkon és a homlokunkon találhatók, ezek az ekrinmirigyek, tehát ennek a váladéka nem illatos. Az apokrinmirigyeknek a váladéka viszont már illatos, tartalmazza a testszagot, és ilyen zsíros izzadságot, tehát fogunk kiválasztani a zsíros idézőjelben, tehát egy sűrű váladéknek a megjelenése, és egy illatos váladék megjelenése már egy másfajta verejtéket jelent, ez a fej bőrön, tehát ott, ahol szőrös terület van, és akkor ugye a fej, a hóna és az ágyék és a többi, ez azért van, mert ennek a kiárati csatornája a szőrtűszökön keresztül tör a felszínre, és ezáltal nyilván a hajunkat is sikerül ezzel a verejtékkel átáztatnunk. Nos, ez a kétféle verejték mirigy létezik, és aztán elgondolkodtam azon, hogy azért hát amikor a szerelmes pár találkozik, és valójában ki akarja jelölni önmagát, akkor nyilván, hogy megjelenik ez az apokrin verejtékezés, akármilyen kellemetlen is. És akkor innentől értető, hogy nem működik a kémia. Na hát a kémia itten lehet, hogy csupán a verejtékmirigy illatáról szól, de szerintem sokkal többről kéne szóljon egy kapcsolat, mint a kémiáról, zárójel bezárva, mondjuk egységélményről. A fokozott verejtékezés a konfliktus aktív fázisban, nézzük meg most egyenként, hogy miről beszélünk, arról szól tehát, hogy fokozni kell az energiaellátást a veszély megoldása érdekében. Logikus, ugye? Fokozom a hőtermelést, tehát hűteni kell a hőegyensúly érdekében a testet, és természetes, hogy egy olyan esetben, amikor egy stressz helyzet van, mert csúszok a határidővel, vagy előadóként bakizok, mármint mondok egy verset, és belesülök. Hát izzad szegény előadónak keze, lába, teli van szorongással, nem így van. De elég egy vizsgára gondolni, akkor is izzad esetleg valakinek túlzottan a tenyere. Az epileptoid krízis az azért érdekes, mert ugye ott megint szimpatikus idegrendszer hatás van, és akkor is hidegek a bőrfelszínek, viszont ekkor megjelenik a verejték, amit már hideg verejtéknek fogunk nevezni. Szóval, ha a probléma csak azon, ugye van az, hogy megmagyarázhatatlan, hogy én miért izzadok le teljesen nyugalmi helyzetben. Nem megmagyarázhatatlan. A fel nem oldott konfliktus
az, ami beindítja a sinek által magát a verejtékezést. Tehát, ha lezárnánk békével a napjainkat, vagy egyszer szánnánk arra időt, hogy lezárjuk békével a múltunkat, a múltbéli sérelmeinket, konfliktusainkat, megkeresnénk a kakiban az aranyat. Ugye van egy előadás, ami úgy szól, hogy újrakezdés, új alapokon, minden nap egy új lehetőség. Nem tudom, hányan nézték meg itt a 470-es létszámon, de talán jó lenne ezt az előadást újra meg újra megnézni, mert teli van megoldásokkal. Nem a verejtékmirigyekről szól, ez igaz, de ha azt alkalmazom, akkor az hat a verejtékmirigyekre is. Ezért volna jó a megoldásokkal is foglalkozni, nem csak a megértéssel. Ha a stressz, ugye a tenyér és a talpnak a verejtékezését indítja el, hát akkor emlékeztet engem arra bizonyos körülményre. És csak egy dolgot tudok mondani magamról, nekem a bakancsban, a kaszárnyában 9 hónapig rettenetesen izzadt a lábam. De vajon miért pont a lábam és nem a tenyerem? Hát stressz az volt ottan, gondoskodtak, a mindennapi stresszünkről gondoskodtak, csak hogy miért a lábam? Mert azon gondolkodom, hogy miért. Hát nyilvánvaló, hogy egy rossz lábbeli, tehát egy tiszta műanyag cipőt, ha valaki felvesz, akkor oda nem kell semmi konfliktus, onnantól már ég a talpa is. Vagy nájlon zokni, ugye? Nem cérna zokni. De ott volt pamut zokni, ott volt megfelelő lábbeli, tehát bőrbakancs volt, mégis izzadt a lábam, mert el szerettem volna menni onnan. Tehát az volt az állandó dolog, hogy mikor tudunk kilógni, átmászni a kerítésen, mikor lesz már vége, vágtuk a centit, tehát az egész 9 hónapom arról szólt, hogy el innen, de hál' Istennek nem olyan dögerős konfliktusként éltük meg, mert tudtuk, hogy bemegyünk, és hogy lejár az idő, és aztán a tisztek maradnak, mi meg megyünk. De maga az a vágy, hogy innen elmenni, a stressz ebben az esetben a lábnak a régióján jelent meg, mint izzadás. Én ezt így magyarázom, bár erre sehol nem találtam még visszajelzést, de ha esetleg, netalántán valaki szintén talál kapcsolatot, hogy addig izzadt a lábam, míg, és aztán, mikor onnan eljöttem, megszűnt a lábizzadásom, nem bánnám, ha lenne néhány ilyen visszajelzésem, hogy nem maradjak egyedül magányosan ezzel az élménnyel. Köszönöm előre is. Vannak más helyzetek, ugye, amikor fokozott stressz, alarm helyzetben van a szervezetünk, és ez a pajzsmirigy program. Ne feledjük, hogy ott az a nagy probléma, hogy nem vagyok elég gyors a falat megszerzéséhez. Falat, ha nincs falat, meghalok. Ez biológia, kérem szépen. Tehát mit csinál a biológia? Bedobja az agy közvetítésével, ugye hipotálamusz közvetítésével, megy a TSH, a tiroid stimulátor hormon, eljut a pajzsmirigyhez, és fokozza a tiroxin termelést. A tiroxin pedig fokozza minden sejtben az anyagcsere folyamatokat. Tehát hőtermelés lesz? Hát persze, hogy lesz. Hát persze, hogy lesz. Fog izzadni az, akinek pajzsmirigy túlműködése van? Hát persze, hogy fog izzadni. Ennyi. Na most akkor nézzük meg a megoldás követő fázist, mert jön az, hogy úszok éjszaka a verejtékbe. 3-szor kell lepedőt cserélni. Ez a legjobb hír a világon, kérem szépen. Csak tessék megfelelően az elvesztett folyadékot pótolni. Annyi a feladat, hogy ígyunk tiszta vizet. Minél többet. Mert izzadok. Miért izzadok? Mert megoldás követő fázisban vagyok, és egy ősagyi programot raktam rendbe. Az ősagyi program azt jelenti, hogy falatkonfliktus, bemocskoltság, támadás, gondozás, vagyis túlzásba vittem az aggódást, meldaganat. Ezeknek a programoknak a gyógyulásánál, hát kérem szépen, tényleg nagyon intenzív éjszakai izzadás lép fel, de ez a gyógyulásnak a jele.
Nem az, hogy még betegebb vagyok. És hogyha ez megtörténik, akkor megnyugszom, hogy épp gyógyulok. Annyi dolgom van, hogy aludjak és igyak még több vizet. Viszont van egy speciális dolog, és hát gondolkodtam, hogy mennyire fejtsem ki, vagy mennyire nem, mert szerintem a hallgatóságnak legalább a fele azért figyel, mert ugye jönnek a hőhullámok, hölgyeim. Menopauzában mi történik? Hát megoldásba kerülnek azok a konfliktusok, amelyeket megéltünk ifjúkorunkban. Ezek szexuális konfliktusok, jobbkezes nő, ide csapódik a szexuális lerébe, vagy balkezes nőnek a birtokvesztés konfliktusa szintén ide csapódik. De nézzük ezt meg egy kicsit részletesebben, ugyanis a birtokzónákban teljesen más törvények uralkodnak, mint a szervezet vagy az agyi résznek bármelyik részén. Tehát a birtokzóna, itt látható agykéregről beszélek, de nincs benne a homloklebeny, és nincs benne a nyakszirti lebeny. Ugye ez a frontális rész, ez van szemből, és alul pedig, ami van, az van hátul. Tehát jobb oldalt, ezek szerint, most felülről nézzünk a fejre, jó? Jobb oldalt a férfias birtokzóna, bal oldalt a nőies birtokzóna található. Nem megyek bele további részletekbe, itt van a szexuális konfliktusnak a reléje, látjuk. Ez egyben a meg nem termékenyítettség reléje is, ez egy külön történet. Ezzel szemben a férfias birtokzónában van a birtokvesztésnek a reléje itt középen. Na most, milyen szabályok érvényesek a birtokzónában? Az egyik legfontosabb dolog ez a szexualitás, tehát, hogy férfi-e vagy nő, azért van férfias és van nőies birtokzóna. Sehol máshol nincs külön szedve a férfi meg a nő, csak itt. Mert hogy a fajfenntartás még mindig egy férfi és egy nő feladata, kérem szépen, ez még szerintem így marad. A másik számít a kezűség, hogy valaki jobbkezes vagy balkezes, erre nem tértem ki, mert ez egy külön történet, hogy a jobbkezesnek a jobb oldal, a világ, a partner oldal, a balkezesnek a bal oldal, mármint testfelszín a világ vagy a partner oldal. A másik oldal anya, gyerek, önmagam. Tehát a harmadik dolog, ami itt szerepet játszik, az a mérlegszabály. Ez pedig a második becsapódás után fogja meghatározni, hogy mi lesz a következő lépés. És ami mindenképpen felborítja az egészet, az kérem a hormonális állapot. A birtok konfliktusokról szóló előadásban ezt mind részletezem, a verejtékezésnél csak azért hoztam be ezt a képet, hogy megértsük, hogy a hormonális változás megváltoztatja a hámerigócoknak a becsapódási oldalát, egy újabb DHS esetén nyilván, megváltoztatja a konfliktusnak a tartalmát ezáltal, a szervi vonatkozását, és ebből adódóan a tüneteket. Magyarul mondjam, mindent a feje tetejére állít, és a konfliktusok megoldási sorrendje is megváltozik, mert a birtokzónán belül a megoldás mindig, egész a menopauzáig, arról szól, hogy az utolsó konfliktust oldjuk fel, és utána az előtte, és utána az előtte levő, ha egyáltalán megoldható. És nem jár életveszéllyel. De amikor megtörténik a hormonális változás, előre kerül az a konfliktusom, amit 10 éves koromban éltem meg, és elkezdődnek a kellemetlen tünetek, többek közt a verejtékezés. Külön előadás van róla, akit érdekel, megnézi. De arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a legfontosabb dolog az lenne, hogy végre örüljünk annak, hogy hőhullámaim vannak, meg szívdobogásaim. Mert ez azt jelenti, hogy nem haltam bele egy tüdőembóliába. Ez azt jelenti, hogy a konfliktus tömeg, amit én összegyűjtöttem,
és az volt néhány év, mire eljutottam a menopauzáig, lecsúszott a 9 hónap alá, és ennek köszönhetem, hogy élek. Tehát, ha kezdek örülni annak, hogy hőhullámaim vannak, hát kevesebbet kell fűteni, nem így van, hölgyeim? Akkor azt jelenteni, hogy ez az egész meg is szűnne. Nem egy hölgytől kaptam már visszajelzést arra, hogy tanfolyam után jött a hőhullám, és hálát adott érte, hogy ez van, mert ennek köszönheti, hogy él, és onnantól elvágták, és nem volt tovább. Segít a My Studenten Mikhen, kérem szépen abban, hogy lezárjuk az alvászavarokat, hogy lezárjuk, hogy segítsen ez a dal kivezetni az elakadt programokat. Erről külön előadások vannak, akit érdekel, megnézi, és aki megnézte, és azt mondja, hogy szeretné az eredeti dalt megkapni, az ír egy levelet, és megkapja. Tehát az, hogy megváltozott valakinek a hormonháztartása, hölgyeim, az nem azt jelenti, hogy én már nem az vagyok, aki voltam. Csak azt jelenti, hogy már nem úgy működök, mint eddig. De nem kéne azonosulnom a megváltozott biológiai helyzettel. Hanem ha örülnék annak, ami van, akkor nem volnának ilyen problémáim. Aki nem írja le magát a menopauza kapcsán súlyos önleértékelésként, annak nem lesz oszteoporózisa. Azok, akik boldogok attól, hogy már, hála Isten, nem kell többet foglalkozni a menstruációval, azoknak nem lesz problémájuk, azoknak nem lesz csontritkulásuk. Tehát ajánlom ezt az előadást mindenkinek, hogy nézze meg, gondolkodjon el rajta, és akkor talán minden másképpen fog alakulni. Van még egy-két megjegyzésem, ugye, hogy a verejtékezéssel járó élettani helyzetek. Hát nyilván a magas hőmérséklet az nem, az egy fizikai tényező, ami elindítja bennünk a hűtő folyamatokat. A fokozott izommunka is hőtermeléssel, fokozott hőtermeléssel jár, tehát akkor elkezdünk izzadni. A nehezen emészthető ételek, kérem szépen, az nagy munkát jelentenek a szervezetünk számára. Úgyhogy ha jól lakunk, és akkor így kiizzadunk, ugye, hát akkor ez attól van, nem azért, mert forró volt a húsleves, hanem azért van, mert az emésztés, ami a töltött káposzta és egyéb dolgoknak a megemésztését illeti, hát az energia felhasználást igényel, a fűszeres ételek is ki fognak minket izzasztani, meg a koffein is. Na most verejtékezést okoznak különböző szerek, itt felsoroltam, atropin, nikotin, kokain, stb. Nem árt, ha tudjuk, hogy az atropin az csökkenti a verejtékezést, viszont ha hosszabb ideig orvosi céllal használjuk az atropint, és megvonjuk a betegtől egy idő után, akkor a megvonási tünetek alakulnak ki, és ez intenzív verejtékezést fog okozni. A nikotin mérgezési tünetek között az egyik jel az, hogy erős verejtékezés lép fel. Hát ha valaki visszaemlékszik arra, hogy élte meg az első slug cigarettát, vagy eljutott oda, hogy mérgezési tünete volt és öklöndözött, akkor azt verejtékezés is kísérte. Ugyanígy verejtékezés fog előállni abban az esetben, ha az anyuka kokaint használt, és akkor szülés után néhány hétben a szokatlan és nagyon intenzív izzadás fog fellépni az újszülöttnél. A benzodiazepinek, például diazepán, ha tartósan használja valaki, Seduxennek hívták, akkor ugye, ha a megvonási tünet, mikor leszokik róla, az egyik az lesz, hogy folyamatosan verejtékezik. Ugyanígy az amfetamin is, ugye ezt már tudjuk, hogy a kábítószerek csoportjába tartozik, a túladagolásban nagyon intenzív verejtékezés lép fel.
Aztán jönnek a xenobiotikumok, vagy testidegen anyagok. Hoppá! Ezek kérem szépen benne vannak az élelmiszerekben. Kimutathatóak, hogy mikroműanyag szemcsék találhatók imit amott a táplálékban, és hadd nem menjek bele az élelmiszeripar csodálatos termékeibe, amelyek nem táplálékok, hanem termékek. Tehát amikor ilyen dolgok jutnak be a szervezetünkben, akkor a verejtékben kimutatható lesz ez a hatóanyag, vagy más testidegen anyag. Ne feledjük, hogy a sejtközötti állományban ezek az anyagok ott panganak, és az algák fogyasztása, a Chlorella vulgaris lesz az, ami segít nekünk abban, hogy végre megszabaduljunk egy csomó olyan anyagtól, ami nem oda való. És aztán azt se felejtsük el, hogy az alkohol és ennek a lebontott részei, tehát metabolitjai, ez elsősorban ugye a vizelettel távoznak a szervezetből, de maga az alkohol megjelenik a kilélegzett levegőben is, ezért most már ugye a szondák csak arról szólnak, hogy fúj ide, és az alkohol kisebb mennyiségben megjelenik a verejtékben is, de nyilvánvaló, hogy nem a verejtékből fogják az alkoholt megállapítani, de aki rendesen túladagolta az alkoholt, az izzadni is fog. A morfin vagy morfium jelentős része is a szervezetben gyorsan 6 óra alatt lebomlik, és a vizelettel távozik a vízoldékony része, ugyanakkor a morfin mérhető mennyiségben a verejtékben is kimutatható lesz. És végül a vas az egy lényeges mikroelem, amit a szervezetünkbe juttatunk, de a szervezet vasforgalmának nincsen egy specifikus vas ürítő mechanizmusa, ezért a vas távozhat a bélhámsejtek leválásakor a széklettel együtt, és távozhat a verejtékkel, mert a verejtékpirigyek nem rendelkeznek vas visszatartó képességgel. Nos, ezek után akkor én úgy gondolom, hogy van elég információnk arról, hogy milyen más feltételek is okoznak fokozott verejtékezést, de fizikai szinten mit is tehetünk. A patikában kapható egy izzadságátló hintőpor, Sparsorium antisudoricum a neve, és ez már kérem szépen több évtizedes recept, ki van próbálva, működik. Na, de már nem a patikába megyünk hintőporért, hanem stikkeket használunk. Hát ide hoztam egy képet, és ez nem a reklám helyen, félre ne értsük, csupán ezek a stick dezodorok, ugye, ezeket ha száraz bőrre, tehát megfürödtem, és szárazra kitöröm a hónajamat, majd elkezdem ezt oda beglettelni a hónajamba, hát akkor azt fogom elérni, hogy eltömeszelődnek a hónajmirigyek, és másodlagosan gyulladást fog okozni, találkoztam ilyen esettel. Hidradenitis, ha így jobban tetszik. Vagyis a javaslatom az, ha valakinek ilyen izzadságátló szere van, vagy ezt használja, ezt szokta meg, mit tudom én, bár alumínium is van benne rendesen. Szóval, ha ezt használja, akkor legyen szíves vizesnek, nedvesnek hagyni a hónaját, és az úgy kenje be. A golyós dezodorok azok már hígabb anyagot tartalmaznak, de erre azért hívom fel a figyelmet, mert ilyennel találkoztam, hogy ilyen sticknek a használata okozott másodlagosan problémát. Azt hiszem, ezt a témát elég szépen körbejártam. Én megköszönöm mindenkinek a figyelmét.